Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és a tévénézőket is ezen a ma esti evangelizációs alkalmunkon. Az igét a Máté evangéliumából hoztam, a 7. részben van megírva ez a két vers, a 13. és 14. vers ez. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ez egy nagyon jól ismert ige, de érdemes elgondolkozni rajta, mert nem biztos, hogy jól ismerjük, vagy jól értjük, amit itt Jézus mond. Amikor egyszer egy alkalmon voltam Balatonaligán a közösséggel, akkor ott a kis házban volt egy kép, ami erről az igéről szólt. Emlékszem, hogy nézegettem, érdekes volt. Az egyik oldalon az volt a széles út, mentek az emberek, és volt a másik oldal, az a keskeny út. És emlékszem, hogy a széles úton ott nagyon sokan jártak, nagyon sok ember volt, jól öltözöttek voltak, jókedvűek voltak, mondhatni, hogy igen vidámak. És ki volt írva, az egyik épület, ez egy fogadó volt, fogadó az élet értelméhez, másik épület egy lottózó, és így sorolhatnám, színház, és az emberek ott mentek, jól érezték magukat, nevetgéltek. Emlékszem, voltak gyerekek, játszottak, katonák voltak rajta, azok ott lövöldöztek, nem tudni miért. És ahogy mentek az emberek, és ahogy nézte az ember a képet, a végén az a jól megépített város, a végén lángokban állt, és ott angyalok voltak, és hát szigorúan a pokorra küldték az embereket. Ez volt a széles út, és hát volt a keskeny út, ami másik irányba vezetett, egész keskeny volt, meredek volt, sok lépcső volt rajta. Ott templomot lehetett látni, vagy árvaházat, és az emberek igen nehezen tudtak azon menni, nagyon keskeny volt, nagyon meredek, és hát az emberek arcán valami aszkéz is látszott, és egyáltalán nem sugároztak örömet ezek a képek róluk. De a végén ott voltak angyalok, és betessékelték jó értelemben az embereket nagy örömmel a mennyek országába, a mennyországba. Hát ez a kép sajnos nagyon él az emberekben. Ez a kép, ez talán évszázadok óta azt a kialakult nézetet próbálja lefesteni a festő, hogy hát igen, vannak emberek, akik vidámak, vannak emberek, akik jól érzik magukat, felhőtlen élvezetekben merülnek el, de a végén kárhozat az osztály részük. És hát vannak emberek, akik már itt a földön, nagy aszkézissel, nagy önmegtagadással, némi szomorúsággal az arcukon mennek Isten útján. Szenvednek sokat, de megéri, mert a mennyországba kerülnek. És hát ez a szemlélet sok emberben talán joggal azt a következtetést hozza, hogy nem érdemes nagyon járni ezen a keskeny úton, ugyan a vége lehet, hogy jó, de hát nagyon unalmas, nagyon nehézkes. Aztán van egy másik téves nézet is, ami már ennél sokkal finomabb, árnyaltabb. Azok, akik ismerik Istent, vagy Isten útján járnak, vagy azt hiszik, hogy úgy gondolják, hogy ők az Isten útján járnak, úgy gondolkoznak, amikor látnak embereket nagy gazdagságban, minden nap lazacot vagy kaviárt esznek, azt mondják magukban, hogy hát igen, de én hívő vagyok, jó lesz nekem a
párizsi és vajas kenyérrel. Vagy amikor hallják, hogy valaki a Kanári-szigetekre megy nyaralni, akkor azt mondják, hogy jó, van ilyen is, de nekem megfelel az a kis vidéki birtok, az a kis telek, oda lemegyek, az nekem jó lesz nyaralásnak. Jézus mondja, hogy a széles úton nagyon sokan járnak. Az angol fordításban megnéztem, az a szó áll, ami tulajdonképpen nem csak országutat jelent, ahol a széles úton mennek az emberek, hanem ez a szó jelenti az autópályát. Nagy országokon van 2x4 vagy 2x8 sávos autópályán özöllenek az emberek. És valahol Jézus is erre utal, és ez elég megdöbbentő, hogy az emberek, akik a széles úton a veszedelemre mennek, azok rengeteg, hatalmas tömegek mennek ezen. És Jézus azt mondja, hogy a keskeny úton viszont kevesen, de nem ez a lényeg. A lényeg az igének a végén van, amikor azt mondja, hogy ezt az utat nehéz megtalálni. Tehát nem elég választani, hogy jobbra vagy balra megyek, hogy a keskeny úton vagy a széles úton. Ez nem ilyen egyszerű. A keskeny utat meg kell találni. És valóban ez a gyakorlat, hogy az emberek, amikor nagyon nagy nehézségben vannak, mondhatnánk, hogy krízis helyzetben, akkor úgy érzik, és én is akkor voltam ilyen helyzetben, úgy éreztem, hogy mindenki és minden olyan távol kerül, mindenki elhagyott, és ez az a helyzet, amikor meg lehet találni ezt a keskeny utat, kérni kell, keresni kell. A szomszéd asszonyom, egy idős néni, ment hazafelé szombati napon, múlt héten a vásárlásból, és rosszul lett, összeesett, úgy kellett hát így összeszedni az utcán és bevinni a lakásába. Hát ez a néni, hát most már elég sok idő óta együtt lakunk, soha nem volt megközelíthető Isten igéjével, sőt, amikor olyan történt, ami neki nem tetszett, akkor bizony emlegette is Isten, de nem a pozitív irányban. És ez a néni, amikor így összeesett és össze kellett szinte szedni, akkor csak egy dolgot mondogatott, magánál volt, csak érezte, hogy minden ereje elhagyta, csak egy dolgot mondogatott, de ezt állandóan, hogy jaj, Istenem, jaj, Istenem. És valóban azok az emberek is, akik annyira büszkék és annyira elutasítók Istennel szemben, azért eljön az az idő általában, amikor rájönnek, hogy valahol keresni kell őt, keresni kell a keskeny utat. Kevesen vannak, akik megtalálják, ezt mondja Isten. És valóban kevesen vannak, ezt látjuk, pedig pont fordítva van minden, mint ahogy akár az emberek gondolkodásában ez így évek, évszázadok alatt szinte leülepedett, hogy milyen az a keskeny út és milyen az a széles út. A széles úton azok mennek, akik azért is széles az út, mert nem férnek el. Nem férnek el a sok mindentől, amit magukkal cipelnek. Viszik az autót, a házat, a perzsaszőnyeget, mindent visznek, az anyagi javaikat, és ezért olyan széles az az út, nem férnek el rajta. De ez az út ugyanakkor nagyon üres is. Az emberek belül tele vannak félelmekkel, tele vannak aggodalmakkal, magányosak, és az életük általában, ha kérdeznék őket, kudarcos. És mi van a keskeny úton? A keskeny úton viszont az emberek Istennel haladnak. Nem visznek semmit magukkal, fölösleges. Mindent itt belül a szívükben hordoznak. Istent viszük magukkal. És ez, hogy Istent vihetjük, visszük magunkkal, ez azt jelenti,
hogy az egész mindenséget vihetjük. Oda valóban nem kell széles út. Nagyon keskeny út is lehet. És térjünk vissza még a széles útra. A széles úton az emberek sokkal kötöttebbek, sokkal inkább szabályok szerint haladnak, mint a keskeny úton a hívő emberek. Mire is gondolok? Le van szabályozva minden. A társadalom, az emberi elvárások megmondják, hogy ki mit tegyen. Emlékszem egy történetre a saját életemből, amikor gimnazista, 16 éves fiú voltam. Hát nagyon átéreztem a divatnak a változásait, és nővérem bemutatott nekem egy szabót a közelben, és eljártam hozzá, mert a trapéz nadrágnak az alja az nagyon meg volt szabva. Az egyik héten 26 cm volt, ma is emlékszem rá, de egy-két héten belül ez már 32 volt. És ezért vissza kellett menjek egy-két héten belül a szabóhoz, és egy új nadrágot kellett csináltatnom, mert az a nadrág az már nagyon ciki volt. Nagyon nagy égés volt, nem volt az a húzása az aljának. Nem volt könnyű ezeket a nadrágokat megcsináltatnom, mert a szabó az részeges volt, és mindig a kocsmából kellett kihúznom őt, hogy befejezze a nadrágomat. De mindent megtettem. Bementem a kocsmába, és a kellett erőszakkal is. Arra kényszerítettem, hogy jöjjön, mert a nadrágnak el kellett készülni. Nem is tudtam volna kimenni az utcára, iskolába, sehol. Erre célzok én, hogy micsoda szabályok vannak, amit be kell tartani. Lehet, hogy nem kell az árral szembe mennünk, de megvan szabva, hogy éljünk, hogy nyaraljunk, hova menjünk, mit csináljunk. A másik úton ez nem így van. És a másik út az az út, ahol az emberek valóban és igazi örömmel tudnak járni. Ezen az úton, ha Istennel megyünk, olyan belső békességgel, olyan örömmel mehetünk, amit a világ nem adhat meg. És a másik dolog, amire itt célzok, hogy miért értik annyira félre ezt a két dolgot, mert amikor az ember a keskeny úton Istennel halad, akkor egyáltalán nem arról van szó, hogy Isten parancsolatai miatt nekünk bármi nem szabad. Gondoljunk csak arra, hogy Isten nem csak úgy teremtette a dolgokat, ami praktikus, ami igazán szükséges. Néhány verssel előbb olvashatunk a Bibliában arról, hogy Isten azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok. És arról beszél, hogy a madarak nem vetnek és nem aratnak, és mégis gondoskodik róluk Isten. Vagy ott olvashatunk a növényekről, a virágokról, amiket Isten sokkal-sokkal szebben öltöztet, mint bármelyik embert. Azt írja, hogy mint Salamont, a királyt, annál sokkal szebbek a virágok. És itt is láthatjuk, hogy Isten nem csak olyasmit teremt, vagy teremtett, ami nagyon hasznos. Mert mondhatnánk, hogy fölösleges volt virágot teremtenie, a virág úgyis elszárad. De Isten gyönyörködik a szép dolgokban. Isten gyönyörködik abban, hogyha a hívő ember boldog, és megadja neki ezt a lehetőséget, hogy minden nap Istennel járva boldog legyen. Úgy legyen boldog, hogy senki mást nem sért ezzel. És az ő és a mi boldogságunk az a többi embernek a javára van, és nem ellene van. Tehát így gondoljunk erre a széles útra, erre az örömökkel, élvezetekkel, kirakott úttal, amit a világ sugal nekünk, amiben tulajdonképpen felnövünk Isten nélkül sokszor, hogy azt az utat kell járni, azt érdemes járni, és Istent nem érdemes keresni, és az ő útját, azt meg kell hagyni az öreg asszonyoknak, azoknak,
akik ott a templomba már szinte alig tudnak bemenni, olyan öregek, és alig tudnak kijönni onnan. Isten nem erről beszél. Isten arról beszél, hogy ez az út egy olyan út, amit érdemes járni, csak nehéz megtalálni. Igen, ez elgondolkoztató, hogy ezt az utat az Isten nem úgy adja, hogy bárki besétálhat rajta. Ezt úgy adja, hogy Jézus Krisztus golgotai keresztje az az ajtó, amin keresztül a széles útról a keskeny útra el lehet jutni. Amin keresztül a halálból az életre át lehet menni. De szerintem, aki most odafigyelt, az tudhatja és átélheti, átérezheti, hogy melyik úton érdemes járni. A széles úton, ahol a bűn és az, annak élvezete ideig, óráig talán örömet nyújt, vagy egy olyan úton, amin Istennel járhatunk, amin mindent megkaphatunk, és aminek nincsenek elvonási tünetei. Csak egy, hogy a mennyországban Istennel együtt kell lenni, és mindazokkal, akik ezen az úton járnak. Én erre az útra hívok mindenkit, és nem szeretném azt, hogy amiatt, hogy én nem beszéltem erről valakinek is, ne jusson el, és ne találja meg a keskeny utat. És még befejezésül csak egy gondolat, hogy ha belegondolunk, hogy amikor kisgyerekkorunkban a meséket olvastak nekünk, ott is arról volt szó, hogy a legkisebb királyfi igen nagy nehézségek árán, sok küzdelem árán a sárkányt legyőzve, de elnyeri a király kisasszony kezét. Mi is elnyerhetjük az üdvösséget, és elnyerhetjük Jézus Krisztus kegyelmét. Keresni kell ezt az utat, és szerintem mindent meg kell tenni azért, hogy megtaláljuk. Amen.